Galló Béla, Mindig a haza, Szili Katalin pályaéve című kötetet mutatták be a 9. kolozsvári Magyar Napok keretében, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának egyik programpontjaként. A szerző és a főszereplő jelenlétében tartott beszélgetésen Szili Katalin Magyarország egykori meghatározó szocialista politikusa, magánemberi és szakmai kvalitásait is kiemelték. Szili, aki magát apolitikus politikusként határozta meg, azt mondta, a szociális pártban töltött majdnem 20 éve alatt is azt érezte, hogy igencsak nemzeti típusú politikát folytat, ezért voltak is problémái párton belül. Így teljesen egyértelmű volt, hogy miután kiszállt az általa is alapított MSZP-ből, a nemzeti vonal felé sodródjon. Ma az általa alapított Szociális Unió elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök megbízottja. Én ugye beletartozom a magyar közéletbe, ha nem is azt mondom, hogy politikai közéletbe, de közéletbe. Elég régóta, most már mondhatom azt, hogy 25 esztendeje. Így én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy az az erdélyi magyarság megismerjen a politikai pályafutásomnak ezt a részét, én ezt csak megköszönni tudom, hiszen ez alapvetően és elsősorban ahhoz a nemzetpolitikához is kötődik, aminek mindig is híve voltam, aminek azért alapvetően az egyik legfontosabb elve a párbeszéd elve, a másik pedig az, hogy mindig minden lépésünket úgy tegyük, ami nyilván az európai kereteknek megfelel, és annak a jó viszonynak is, ami Romániával én úgy gondolom, hogy fennáll. A beszélgetés keretében, amelyen a Szili mellett Galló Béla szerző és Mille Lajos főkonzul is jelen volt, elhangzott, nem trendi a nemzet ellen menni. Ezt bizonyítja a legutóbbi magyarországi parlamenti választások eredménye is, amelyhez a határon túli kettős állampolgárok is hozzájárultak. Az egykori MSZP-s politikus hevesen bírálta korábbi pártját, és azt mondta, aki nem áll be abba a sorba, ahol azt akarják, hogy hathatósan segíteni kell a külhoni magyarokat az otthon maradásban, azt kiveti magából a nemzet.